Első németországi légiós szezonját követően ismét elkezdte a felkészülést Majoros Bence. A nyírvátori asztali teniszező június végén a serdülő és ifjúsági válogatott munkáját segítette edzőpartnerként, majd szabadságát követően már nevelő egyesület edzőtermében üti a labdát. A felnőtt válogatott kerettag játékos a harmadosztályú Weinheim csapatában nagyszerű teljesítményt nyújtott, mutatója a negyedik legjobb lett az egész ligában. Így nem meglepő, hogy egyet feljebb lépve a második ligás Borussia Dortmundon folytatja pályafutását a 19 éves pingpongozó. Ez már tényleg csak egy karnyújtásnyira van a Bundesliga 1-től, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon jó játékosok játszanak ott, és tényleg ott már évek óta megvannak a csapatok, tehát nagyon rutinosak ott a játékosok. Igazából én még hátul fogok kezdeni, meglátjuk, hogy ez hogy fog muzsikálni. Lehet, hogy még erős lesz, és még kell egy fél év, hogy még ott lent legyek, de hát, hogyha esetleg ugyanúgy fejlődök, mint eddig, akkor hát fel tudok lépni, és elő fog tudni majd játszani. A zágrábi serdülő és ifjúsági Európa-bajnokság előtt a válogatottal készült a 15 éves Molnár Dávid, aki serdülőként az idősebbek között állt volna asztalhoz Horvátországban. Végül egy szabálymódosítás miatt lemaradt a kontinens viadalról. Ott lesz viszont az újoncok ebéjén Franciaországban a szintén nyírvátori Tölgyes Dorottya. Ha nem hallja, akkor azt mondom, hogy ő egy gyöngyszem itt nem csak a nyírvátori asztali tenész életébe, hanem az egész ország asztali tenész életébe. Ilyen már elsőtől ő vezeti a magyar ranglistát. Az utóbbi 5 év legnagyobb tehetségének tartják a szakmába. Nagyon remélem, hogy itt Nyírbátorban mi hozzá tudjuk segíteni ahhoz, hogy azt az eredményt, amit a Majoros Bence elér, ő is elérje, és onnantól kezdve az ő céljai és ambíciói szabnak határt a ő lehetőségeinek. A 12 esztendős játékos szeretne érmet szerezni az Európa-bajnokságon. Az előző két versenyen második lettem, és ott bevettek a válogatottba, és velük megyek ki. Milyen eredményre számítasz, mit szeretnél ott elérni? Hát főtáblán szeretnék fent lenni, és még a dobogó is remélem meg lesz. Az újonc Európa-bajnokságot augusztus utolsó hetében rendezik Strasbourgban.